Sziasztok gamerek, én itt vagyok, remélem mindenkinek jól telik a napja. A májusi TOT keretén belül kettő tankákat is kedvezően tudtok megvásárolni. Az egyik az STB1, illetve a másik a Rinocéros. A mai videóban erről a Rinocérosról szeretnék beszélni. De ha tetszik majd a videó, ne felejtsetek el dobni egy lájkot, mert ha összegyűjtünk 500 lájkot erre a videóra, akkor készítek egy ehhez hasonló videót az STB1-esről is. Na de, srácok, ugye sokan szokták kérdezni, hogy előtt megéri kihúzni ezt a tankot, és mindig egy picit nehezen tudok válaszolni erre a kérdésre, mert az én kapcsolatom ezzel a tankkal az olyan, mint amikor megvettem az első autómat. Olcsón vettem, kevés pénzem volt, és tehát egy szakadt, rossz autót tudtam venni, ami, amivel mindig csak a baj volt, de imádtam, mert az enyém volt. Na most a Rhino is olyan, hogy van egy olyan tulajdonság, ami teljesen megöli ezt a tankot, viszont sok olyan jó és illetve kellemes tulajdonsága van, ami miatt eléggé beloptam magát a szívembe. Na de ne szaladjunk ennyire előre, nézzük is, hogy milyen a tank. Ugye három tulajdonságot fogjuk megnézni, mozgékonyság, páncézat, illetve a tűzerő. Ugye mozgékonyság szempontjából szerintem teljesen oké a tank, a mostani turbó mérkőzésekhez szerintem a, a, sebessége az megfelelő, nem érzitek úgy majd, hogy le vagytok maradva a sebzésről. Bár egyébként láthatjátok itt, hogy nagyon idegesítő ezzel a tankkal a tolatás, mert 9 km per órával tud tolatni, ezért szoktam mondani, hogy érdemes esetleg egy turbót rárakni a tankra, és ha már itt vagyok, akkor elmondanám a felszereléseket. Ugye alapvetően úgy gondolom, hogy erre a tankra két alapfelszerelés van, mindenképpen kell, a szellőzés, illetve a stabilizátor, és ugye harmadiknak ugye választhatok többféle dolgot, és attól függ, hogy ti mit szeretnétek. Ugye jelenleg ezen a konfigom, amit ez, a, ez ebbe a csatába játszottam, fejlesztett célzás van, de használhatok akár turbót is, hogyha kiválasztjátok a harctéri módosításokról a mozgékonyságszatot. Egyébként itt láthattok majd képet, a berakom ide a videó közben a legénységről, a legénységi skillekről egy képet, illetve a arcstream módosításokról, úgyhogy azt is ugye tudni fogjátok. Tehát ha turbót használtok rá, fejlesztett célzást, esetleg ugye HP boostot, attól függ, hogy ti mit szeretnétek használni. Nekem két szettem van, van egy HP boostos szerepom, illetve egy fejlesztett célzásos és ugye mozgékonyság szempontjából, hogy mondtam, teljesen okés, és egy kicsit idegesítő az a sebesség, de nem annyira vészes. Ugye páncélzat szempontjából is azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem úgy okés a tang, mert ugye a testén eléggé megvan döntve ugye a frontpáncél, amiről nagyon sokan tudnak ugye lepattanni, illetve ugye a toronypáncélja, ugye szemből, ez hogyha ez nincs megdöntve, akkor nagyjából egy ilyen 260 mm rendelkezik, amelyet azért valljuk be, nem a legerősebb, tehát nem egy ennek a páncéja, ugye alacsonyabb szintű tankok ellen ez bőven elég tud lenni, főleg, hogyha kihasználja egyébként a tank a 10 fok ágyusüjedését, ami elképesztően jó egy heavy tankhoz képest, és nagyon élvezetessé teszi fel a játékot ilyen dimbes dombos terepeken, akkor akár ilyen 330-340 milli páncél értéket is kaphat ugye a tornyán, amit hát azért valljuk be, inkább csak a magas átszütésű td illetve az oranylőszer fog bevinni. Tehát én igazából a páncéljával meg voltam elégedve. Nem egy Kramwagen, ami beáll a tízes térék elé, akkor gyertek, lőjetek, ha tudtok, úgyse tudtok beütni, de azért nem egy 50B, vagy nem egy T5V t hevi aminek autópanelik a tornyát akárhol állőnek. Ugye most megbeszéltük a mozgékonyságot, a páncélt, és most az a tulajdonsága a tangnak, ami nekem a kedvencem, az az ágyúja. Ugye egy 490 alfa sebzésű ágyút kap, ugye az olasz autó reloader mechanikával, tehát ugye fontosan tölti a lőszereket, plusz itt még ugye van egy kis boost is, ugye a Wargaming itt bevezetett egy új rendszert, ami nagyjából azt akarja, hogy minél tovább vártok a következő lőszernek az ellövéséig, tehát még tegyük fel, elővitek az első lőszereteket, és ugye kezdi, kezdi tölteni ugye vissza a lőszert, és minél tovább vártok, meg, fogtok, meg fog jelenni a célkeresztnél négy darab ilyen kis strigula, és az minél többet vártok, annál kevesebb büntetést kaptok, a következő lőszernek a betöltésénél, és hogyha a fehér jelenik meg, akkor, uh, akkor azt hiszem 50%-kal uh, kevesebb ideig fogtok, ugye kevesebb ideig fogjátok a következő lőszer tölteni. Tehát mondjuk egy, mondok egy példát, ha 10 másodpercig töltenétek a lőszert, de akkor övítek el magatokat, akkor csak 5-ig fogjátok tölteni a következő lőszereteket. Részletesebben egyébként ezt már a viszont és videómban elmondtam, Úgyhogy azt érdemes lesz megnézni, igyekszem majd berakni ide a videónak a leírásába, Te elmondom, hogy hogyan is működik ez a töltés mechanika. Ami igazából nem sokat segít majd a annak a rossz tulajdonságán, de arról még egy picit várjunk. Ugye, ahogy mondtam, 490 alfa, három darab lőszer, és 4 másodperc alatt tudja kilőni a lőszereit a tárból, ami szerintem teljesen kultúrált ez az sebzéshez. Ugye nagyon pontos az ágyú, ilyen 028 28 ra le lehet vinni a pontosságát, akár még lejjebb is, hogyha Lila, illetve bondis felszereléseket használtok, és nagyon gyorsan szűkül, 4,8 1,8 másodperc alatt, tehát az ágyú kiváló. De ez az, tehát összehasonlítva mondjuk más 490 alfás ágyúkkal, mondjuk az IS-7, vagy mondjuk a 27 fejét, ahhoz képest így is volt a különbség, ez az ágyú szimplán csak sokkal jobb, és a lőszer átütése is egészen jó, hogy az APC lőszere nagyon gyorsan száll, ilyen 1500 méter per szekundummal megközelítőleg, és 268-as átütés kap, ami nagyon kellemesé teszi. A hítlőszere 325 milli átütése rendelkezik, ami Hát nem a legjobb, de közel sem annyira rossz, mint mondjuk egy 303-as APC rátszítés, ami ugye az isheten van. Amíg a gáz az a hitlőszerében nagyon lassan száll, közel a felével, mint az apc re 720-750 körül meter szekundummal, illetve a robbanó lőszere is ilyen lassan száll, de meglepően egyébként nagyon kellemes, ugye az átütése 127 milli robbanó átütés kap 640 alfára, hogy azzal meg tudtok túrni valakit, akkor az nagyon kellemesé, vagy nagyon kellemes szokott lenni, bár őszintén srácok, egy kezemen meg tudnám számolni, hogy hányszor tudtam ezzel a tankkal robbanó lőszert használni, meg igazából ritka az, amikor többfajta lőszertípust is tudtok használni egy csatában, és akkor jöjjön a fekete leves, hogy miért nem szeretik ezt az emberek, a, vagy miért nem szeretik ezt a tankot az emberek, az pedig nem más, mint a sebzés per perc értéke. A Wargaming valamiért úgy gondolta, hogy akkor adjunk jó ágyú statisztikákat, tehát legyen kellemes ezzel a tankkal a játék, de azért úgy mégse, és odaadták ennek a tanknak a legrosszabb um, sebzés per perc értéket, ugye 10-es nehéz tankok közül, de szerintem bármilyen 10-es nehéz tank közül kb. ez tölt a, a legrosszabban, talán még az Artiknál, talán még az Artik is több sebzés per perc értéke rendelkeznek, abban nem vagyok száz százalékig biztos. Egyébként láthatjátok ezeket a lövéseket, ugye az 4 re amit leadtam, illetve a grillére itt, amit az előbb leadtam, hogy nagyon pontos az ágy, tehát meglepően pontos ez az alfa sebzéshez képest. És ugye nem igazán értem a, a balanszoló tímet, hogy hogy ugye képzeljétek egy annyira rossz a mértéketek csak hogy nagyjából úgy el tudjátok helyezni valahol, hogy amíg ez a tank betölti ugye az első lőszerét, annyi idő alatt a Kránvágen betölti az egész sztárját. Tehát amíg ti 490 sebzést ki tudtok osztani, a Kránvágen ugye 1320 sebzés, nem remélem jól mondtam, ugye 3x440-et ugye ki tud osztani. Tehát így már azért kezdetek érezni, hogy, hogy, mi a gond ezzel a tankkal, hogy van egy nagyon jó ágyú, ami, amit jó érzés használni és jó érzés fele mégsem vele lövöldözni, de mégse tudsz tudod ezt sokáig kihasználni, mert folyamatosan azon kell agyalnod, hogy Hú, akkor a következő szituációnál hány darab lőszere van szükségem, akkor mo most, most egy darab lőszer, de akkor most utána töltenem kell, és akkor most várnom kell, és az egész egy ilyen töltés szimulátorával a játékot, és ugye, ahogy mondtam nektek, ott van egyik oldalon a nagyon jó ágyú, másik oldalon meg ez a töltés, és akkor, és akkor döntsd el, hogy most ez egy jó tank, vagy egy, vagy egy nem jó tank. És ugye a turbó meccsek, ugye nyilvánvalóan ezen ugye nem segítenek, mert ugye vannak azok a mérkőzések, amik két, három, négy perc alatt ugye véget érnek, és ott nincs idő folyamatosan várogatni, míg, míg betöltetik a lőszereteket, ott folyamatosan menni kell és lőni, és akkor érzitek azt, amikor, amikor úgy igazán ez a tank úgy, úgy hátrányban lesz a többihez képest. És ezért nehéz megmondanom azt, hogy érdemese kihúzni ezt a tankot, vagy sem, mert ugye ilyen ilyen játékélményt nem nyújt más heavy tank, ugye ezzel a 490-es alfárit, az ágyúra gondolok, hogy ilyen jó tulajdonsága nincs még egy 490 alfás ágyúnak, és ez miatt ezt érdemes lenne kipróbálni mindenkinek, viszont egy viszonylag gyenge tank, hogyha arról beszélünk, hogy mondjuk turbó meccsek vannak tier 10 és rohanni kell a sebzés után, mert nem fogtok tudni. Nem a sebessége miatt, hanem azért, mert egy töltés szimulátor lesz tőle a játék, ahogy már mondtam, és ez miatt annyira ilyen ambivalens érzéseim vannak a tankkal kapcsolatban, hogy szeretem is, de nem igazán tudom úgy, úgy őszintén arra ajánlani nektek, srácok. Úgyhogy Kicsit nehéz a dolgom ezzel a tankkal, amikor mindig így kérdezik tőlem, hogy érdemesek kiúzni. Egyébként az ág az egyáltalán nem rossz, hogyha ki akarjátok húzni. Annyi, hogy a 9-es progettó 66 érdemes használni a 320-as ágyút, nem pedig a 400-asat, mert az a kicsit kellemesebb a játék, de szerintem teljesen kultúrált tankok vannak ezen az ágon. Nem a legjobbak, nem is a legrosszabbak, szerintem egy okés játékélményt fogtok kapni. Egyébként óvatosan lecsúszunk. Jaj, 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 csak meg ne húz, meg ne húz, most volt fényezve. Ah, lejöttünk, és um, Ugye, amit mondtam nektek, hogy a lőszereket nem igazán lehet kihasználni ennél a tanknál, azért, mert ugye az autorülődőes tanknál teljesen előről kell kezdenetek a töltéseteket, hogyha új lőszert akartok ugye a tanknál. És itt még megpróbáljuk előni a tárgynak a kupoláját, de lepattanunk majd ugye ki a csapattársaink. És befejezve az előző mondatomat, ugye nyilvánvalóan tegyük fel, hogy ott vagytok a szitupa, hogy mondjuk be van tározva három darab a PC lőszeretek, de ott jön veletek szembe egy type. De most elgondolkodtok azon, hogy megpróbáljátok bejutni a tájpot ezzel az APCR lőszerrel, ami 50-50, hogy most be fog -e menni, vagy nem, vagy megpróbáltok áttölteni ugye hitlőszerre, ami ugye egy extra, hát mennyi másodperc? 30, 40, 50 másodperc, mire, mire a három darab lőszereteket, és hát ezzel nincs mindig annyi időtök, mert, mert ugye lesznek melletted tankok, mint mondjuk Krán, VZ, Eszkonk, akik megjönnek, és ugye Egyszerűen felporsívozák előletek a Dimidget, vagy az ellenférjön és titeket, és nem fogja megvárni még. Bocs, bocs, várja már meg még, még, még töltök egy, egy fél óráig, aztán utána majd ő ezt nyilvánvalóan ez nem fog megtörténni. És hát azért mondom srácok, hogy eléggé vegyes érzéseim vannak ezzel a tankkal kapcsolatban. Én azt mondanám egyébként, hogy jelenleg nem éri meg kihúzni ezt a tankot, ha csak nem ezt a, ezt a nagyon jó ágyút keresitek, akkor talán az egy tulajdonsága, miatt azt mondom, hogy. Talán megéri, de inkább, inkább nem. Én nagyon szívesen látnám azt, hogy a Wargaming bufolja ennek a tangnak a DPM-értékét legalább annyira, hogy az első lőszerét ne ilyen 18-19 másodperc alatt töltse be, hanem ilyen 12-13 alatt. Tehát nem azt mondom, hogy csinálni kell belőle egy DPM bestiát, mert nyilvánvalóan az sem jó, hanem valahol egy ilyen kulturál DPM-értéket adni ennek a tagnak, és akkor tényleg szerintem egy egészen fun tier 10-es kapnánk, de kíváncsiak azért a ti véleményetekre is, mert lehetséges, hogy ti azt mondjátok, hogy elit semmi gond ezzel a tankkal, mert ez egy teljesen balanszolt tier 10-es nehéz tank igazából, a másik hevik vannak túltolva, ami szerintem egy teljesen fair point, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ti melyik oldalán álltok a, a spektrumnak, nyugodtan kommentbe ezt írjátok meg, és hogy mondtam, srácok, nyugodtan dobjatok egy lájkot like erre a videóra, hogyha tetszett, mert akkor azt látom, hogy szeretnétek ilyen videókat látni, vagy szeretnétek ilyen videót látni és hogyha arról nem akartok lemaradni, akkor pedig mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, és kapcsoljátok be az értesítésetek. értesítéseket, nehéz szó, de sikerült. Amit még el akartam mondani mindenképpen, hogy most egy nagyon fun content van a Twitch csatornámon, tolató mouse gamárkolok, tehát tolatva megyek a mouse és úgy próbálok meg minél több sebzést kiosztani, és így elérni az első kiválóság jelet. Ha nem akartok erről lemaradni, akkor mindenképpen látogassatok el a Twitch csatornámra, twitch.tv.tankelit, ugye ennek a linkjét megtaláltok a videónak a leírásában, és hogyha szeretnétek támogatni a munkásságomat itt Youtube-on, akkor csatorna tagát tudok válni, ennek a linkjét is szintén megtaláltok a videónak a leírásában. Én köszönöm nektek a kitartó figyelmeteket, remélem tudtam segíteni, el itt voltam, a következő videóban találkozunk. Siasto.